Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. A műsor indulásakor a magyar zsidó történetek megbeszélésére mind a mazsi hisz, tehát a hazai neológ zsidóságot képviselő szervezet, mind a Habad nemzetközi irányzathoz kapcsolódó egységes magyarországi izraeli hitkösség neves képviselőit meghívtuk. A mazsi hisz elnöke ezt az együttműködést elutasította, de reméljük, hogy nem lesz ez mindig így. A műsor nyitva áll minden zsidó szervezet előtt. Klubrádió. A szabad szó. Tények. Vélemények! Jó napot kívánok! Egy idézettel kezdem, aztán bemutatom a műsor résztvevőit. Ez a kötet korábban zárt levéltárakban őrzött titkos iratok közzététele és elemzése révén azt mutatja be, hogy hogyan kezelte a zsidó ügyeket a magyar pártállam 1957 és 1989 között, hogy milyen volt nemzetközi összefüggésekbe ágyazva a legliberálisabb kommunista rezsim, a Kádár rendszer zsidó politikája. Ez az ajánló önmagában ö, meglehetősen érdekfeszítő, és már is arra inspirálja az embert, hogy belelapozzon még akkor is, hogyha nem könnyű és nem túl rövid könyvről van szó. Kovács András, ö, szociológus, az MTA tagja, a CEU professzora a Kádár rendszer és a zsidók című könyvéről beszélek, és a szerző a Kovács András itt van, szervusz, köszönöm szépen. Jut, és, Kovács, szervusz. és Köves Loma, aki... Nem Kovács, ki... hanem Köves Lomó. Köves Loma, már kiolvasta a könyvet, és ahogy látom a jegyzettel, és elég részletesen tanulmányoztad a dolgot, de már önmagában is egy rendkívül izgalmas dologról van szó. Ma, amikor új antiszemitizmusról is beszélgetünk, és nem egyszer elhangzik a ultra baloldalon felmerülő antiszemitizmus, az egykori arhaikus baloldal antiszemitizmusával összevethető, vagy egy egészen sajátos korszak volt ez, amit vizsgáltál? Ez egy egészen sajátos korszak volt. Az sem mondható, hogy a magyar kádárrendszer kifejezetten antiszemita lett volna. A könyv olyan dokumentumokat közölt, kulcs témák köré csoportosítva, és olyan, és ezekhez írtam bevezető e, e, tanulmányokat, amelyek nem azt bizonyítják, hogy ez a rendszer olyan módon antiszemite lett volna, mint mondjuk a lengyel kommunista rendszer, e, ahol e, nyílt antiszemita kampányok folytak, és a zsidókat kivándorlásra kényszerítették, vagy a szovjet rendszer, vagy akár a csehszlovák 68 utáni rendszer. Ezek a dokumentumok elsősorban azt bizonyítják, hogy a Kádár korszakban a pártállam állandóan a napirenden tartott, vagy állandóan foglalkozott különféle úgynevezett zsidó ügyekkel. Így nevén nevezve egyébként az aktákban. Hogy... Ezt nem feltétlenül nevezték a, nev, a nev néven. Másképp beszéltek ezekről az ügyekről a magas pártfórumokon, az állami fórumokon, mondjuk például az állami egyházügyi hivatalban és mondjuk a, a politikai rendőrség Igen. anyagaiban. Más szavakat használtak annak a leírására, amivel foglalkoztak. De az, hogy foglalkoztak vele, és állandóan napirenden tartották a kérdést, az állandóan azt is életben tartotta, azt a meggyőződést, azt sugalta azoknak, akik olvasták a hivatalos anyagokat, hogy van valami probléma a zsidókkal. Szóval itt valami van, amit meg kell oldanunk. Nem és inkább ennek az, a... hogy egy politikai tényezők a zsidók? Ezt talán kevésbé én inkább azt olvasom ki ezekből az anyagokból, hogy egy olyan összetartó, saját érdekekkel rendelkező társadalmi rétegről, csoportról van szó, amelyiknek a tagjai kölcsönösen egymást támogatva bekerülnek kulcspozíciókba, különféle kulcspozíciókba, ami nem ami már önmagában is egy ilyen szokásos a zsidó világ összesküvés széles értelmezésben vett teóriájához kapcsolódik, hanem ami azért fő probléma, ezek szerint, a párkállami dokumentumok szerint, mert kritikus helyzetben ezek az emberek szembe fognak fordulni a rendszerrel. Ah, tehát a félelem. Uh -huh. Hát ez az antiszemitizmus uh, tulajdonképpen mindig. Az antiszemitizmusban mindig egy egy, egy egy fontos elem a félelem. De különben azokból a, a dokumentumokból, amiket, hát meg nem mondom, hogy minden betűjét elolvastam, nekem azért, amiket ez a könyv magában foglal, azért ez inkább a. Arra a korszakra jellemző, amit a könyv utolsó fejezetében foglalsz össze, hogy a 3x3-as, 3x4-es, 3x2-es osztályok hogyan próbáltak információt gyűjteni a hatnapos háború után, és hogyan lett akkor ismét egy, egy ilyen jellegű felhangja a belső dokumentációkban. De nekem számomra meglepő, hogy például a kádárféle féle belső kommunikációban, Azért nem, nem egyértelmű az jött át, hogy a, a zsidókra mint egy összetartó ö, ö, csoportra tekint, hanem úgy, mint egy olyan társadalmi rétegre, amelyeknek vannak más megfontolásai is, mint a, a, a korabeli rendszer ö, ideológiai ö, azonosulása hogy amelyeket részben megért, mert hát vannak rokonaik Izraelben, akkor nehezebben tudnak Izraelre, mint agresszorra tekinteni, más a múltjuk, és emiatt ez egy, egy megosztottság veszélyét rejti magában, de hogy az a fajta antiszemita klisé, amit az előbb említettél, azért nem volt annyira egyértelműen benne ebben a korszakban, még a belső a belső párton belüli, mozgalmon belüli kommunikációban sem, vagy ezt rosszul érzékelem? Én nem is azt akartam mondani, hogy ez a nyílt klisé a pártvezetők, vagy az állami vezetők egymás közti kommunikációjában, vagy akár a nyilvános beszédében megjelen, hanem azt, hogy a rendszer ideológiájának és, a re és volt, volt egy olyan vonása, ez egy közismert vonás általában a kommunista rendszerekkel tekintve. Hogy nincsen ö, ö, olyan társadalmi réteg, csoport, ö, ö, nemzet, nemzetiség, vallási felekezet, ö, amelynek ö, a létezését úgy kéne elfogadnunk, hogy az nem áll teljes egészében a fennálló rendszer ellenőrzése alatt. Most a rendszer. Logikájához tartozott, hogy ez egy piramidálisan felépülő, centralizált eh, politikai rendszer volt, hogy azokat a csoportokat, amelyeket hát persze nem lehetett a társadalomból kizárni, megsemmisíteni, Itt, megpróbálták ellenőrzésük alá vonni. És ez volt a problémájuk sok más mellett, a zsidókkal is úgy gondolták, hogy ez egy olyan csoport, ami potenciális rizikót jelent, és ezért ellenőrizni kell őket. És ezért, hogyha olyan jelenségeket észleltek, amiket a úgy gondoltak, hogy konfliktushoz vezethet a rendszerrel, úgy gondoltak, hogy szemben áll azzal, amit a rendszer képvisel. Amikor ilyen jelenséget érzékeltek, akkor ezeket a jelenségekből ügyeket kreáltak. És ezeket az ügyeket megpróbálták részben politikai, részben rendőri eszközökkel ellenőrizni, megszüntetni. És ez azért érdekes, mert innen is indult el ennek a kötetnek a. Az összeállítása, hogy a rendszerváltás után nagyon hirtelen felbukkant a nyílt antiszemitizmus a társadalomban. És sok embert ez megdöbbentett. Honnan jött ez? Hiszen 40 év alatt a nyíltan antiszemitának lenni e, tiltott dolog volt Magyarországon. A nyílt antiszemitizmust e, üldözték a képviselőit, megfigyelték. E, büntetésekkel sújtották, és így tovább, és így tovább. Honnan jött ez? Semmiből jött ez a fajta nyílt antiszemtizmus amit tehát a rendszerváltás után sok szociológiai felmérés itt és a tömbi volt kommunista országban is bizonyított, és én azt mondom, ebben a könyvben, hogy ez nem a semmiből jött, ennek több forrása volt. Ott volt természetesen a tovább élő előítélet, zsidó ellenes előítélet, ami folytonosan jelen volt a kádárrendszerben és a felszín alatt. Ott volt a bizonyos mentalitásokban, ott volt bizonyos Társadalmi csoportok gondolkodásában, de az, hogy a folytonosság a Régi antiszemitizmustól a 90-es új antiszemitizmusig létezett. Abban szerepe volt annak is, hogy az úgynevezett zsidó ügyek állandóan valamilyen formában a politika napi rendjére kerültek. Erről muszáj volt beszélni, uh -huh. és ha már beszélünk róla, muszáj egy nyelvet kitalálni ahhoz, hogy erről beszélni tudjunk, nevezzük őket kozmopolitának, vagy sionistának, uh -huh. vagy ö, ö, vallási fanatikának és ameddig, és amikor ezt a nyelvet használták, nyilvánosan a szelidebb formájában maguk között ra, valamivel radikálisabban, akkor ezzel már a nyelvhasználat föntartotta ennek a azért a folytonosságát. de azért, azért 56-ban is felbukkan ott a Miskolci pogrom, ne felejtsük el, hogy van a forradalomnak néhány kifejezetten durva, drasztikus, antiszemita zsidó ellenes megnyilatkozása, tehát ott is felbukkan a II. világháborút követő első alkalommal, nagyon durván, mutatva, hogy ez van. De azok reakciós oldalról bukta, bukannak. Milyen fel. reakciós? Hát abban az, abból az értelme, hogy a forradalom részvevői. Most az államhatalom szempontjából, vagy a párt igen, pár igen, szempontjából, de... szerintem itt a lényeges... De, de hát a folytonosságot mutatta, hogy igen, ott van a lelkekben, de, ugyan, de az ott a, De az az a folytonosság, ami a, a hagyományos, tradicionális, jobboldali, népi, népi antiszemitizmus népi anti és amiről az András megnépte. szerintem itt beszél, az inkább az, amelyik a, a párt berkeiben... Is, nem? ha jól értettem. Hogy a ez mint, is az is megvan. Intézményes, is a, és több, a hagyományos. Több de, több én, én, én... Ok magyarázza ennek a 90 utáni új, hát ne, a, 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 a felbukanását, illetve azt, hogy hogyan e, e, maradt ez eleven szinte a semmiből. Az egyik a tovább élő előítélet, de egy másik, még egy pár másik mellett, egy másik az, amiről ennek a könyvnek a dokumentumai szólnak, tehát az, hogy valahogy a zsidók, mint egy problematikus társadalmi csoport, mint egy olyan csoport, amelyik problémákat okoz a fennálló rendszernek, és ezek olyan problémákat, amelyekre reagálni kell, amiket meg kell oldani, és erről beszélni kell egymás között, ha nem is mint nyilvánosan, ez megteremti annak a nyelvnek a folytonosságát, azoknak a gondolkodási Mire? sémáknak a fontos <hül> folytonosságát, amelyeket a hagyományos antiszemitizmus is át tud. Hogy ennek szerintem talán a leglényegesebb pontja az az, hogy, hogy a zsidós, és ebből van szerintem az a kognitív diszonancia, amelyik mondjuk a korabeli zsidó származású, vagy zsidó pártagok és mozgalmi emberek fejében, lelkében csalódást okozhatott, hogyha ezt egyáltalán bevallották maguknak, hogy a zsidókra úgy tekintett a párt, mint egy különálló csoportra. Mint egy olyan csoportra, amelyik mint egy különálló társadalmi csoport, vagy, vagy valamilyen különálló társadalmi réteg Külön, külön, hát az az külön az, kezelést az, igényel. Kovács Adás korábbi kötetéből is kiderül, hogy úgy tekintettek rá, elsősorban, mint olyan szövetségesre, és ebben a kontextusban kommunikálták, hogy ugye antifasiszták, anti mert hiszen a, fa a fasizmus áldozataiként ők nyilván a felszabadító kommunista rendszer támogatói, ez is benne van. Igen, de ahogy létrejön ez a felszabadító kommunista rendszer, ez az, ez az osztálykülönbség, amit csak az üldöztetés által jött létre, hiszen az ő fejükben az zsidó nem volt más eleme, Igen. mint az üldözött, üldözötti lét, ahogy a kommunista rendszer létrejön, és ez az üldözöttség, az üldözötti állapot megszűnik, semmilyen további ok nincs arra, hogy a zsidók, zsidó származású emberek, azok mint egy különálló csoport jelenjenek meg a párt szemében, és ebből fakad a diszonancia, hogy egyszer csak mégiscsak így tekint rájuk a rendszer, részben kimondatlanul, részben meg időnként nagy ritkán kimondva. Voltak azért olyan Mozzanatok, amelyek hozzájárultak ehhez a percepcióhoz. Ezek közvetlen, ez közvetlenül a második világháború utáni időszak. A hazatérő zsidók, a lágerekből hazatérő zsidók, a bujkálásból e, 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 visszatérő zsidók olyan problémákkal találták magukat szembe, ez még az 45-48 közötti rendszer, amelyek másoknak nem voltak problémák. Ilyenek volt az e, a Jóváltétel kérdése, a vagyoni restitúció kérdése, mi történjen a gazdátlanul maradt zsidó vagyonokkal, mi történjen a zsidó közösség gazdátlanul maradt javaival, legyen-e felelősségre vonás, milyen felelősségre vonás legyen az anti a horti rendszerben elkövetett zsidó ellenes cselekményekért. Ezek a zsidók számára alapvető kérdések voltak. Ezek annyira fontos kérdések voltak, hogy az új rendszer, de a Kommunista Párt egy nagyon fontos szerepet játszott, de azért koalícióban kormányzott más pártokkal, nem tudta negligálni őket. Nem is negligálta őket, hanem határozottan egy olyan álláspontot képviselt, amely nem vette figyelembe ezeket az igényeket. A restitúció nem történt meg, vagy, a, a, vagy csak részlegesen történt meg, elakadt, a felelősségre vonás sem, a népbírósági tárgyalások közötti sok olyan, népbírósági tárgyalások is sok olyan homályos dolgot sok olyan csak tiszt, tisztázatlan kérdést hagytak, és így tovább, és így tovább. Tehát ebben a periódusban, a 45 és 48 közötti periódusban bizony a zsidók egy csoportként, közös érdekkel rendelkező csoportként megjelentek a társadalomban, és ez a közös érdek ez a és következménye volt. A annyira hiányosan működött, hogy én emlékszem arra, és az általat Kovács András által említett 45-48 hét közötti időszakról volt szó, hogy amikor a fellelt és hazaszállított nemzeti vagyon magán vagyon részét. Megpróbálták ugye visszajutatni az eredeti tulajdonosokhoz, 90%-ban volt zsidó tulajdonról van szó, akkor az erre a felállított oroszlán Zoltánféle bizottság egy vagy két esetben tudta felmutatni, hogy valakinek visszajuttatott valamit. Emlékszem, a jegyzőkönyvek között van egy ezüst készlet, amit XY özvegy valakinek odaadnak, hogy ez a családé volt, de ez teljesen megáll ez a folyamat, és ez a vagyon soha nem kerül vissza. De hát ez teljesen természetes is volt, politika volt a kommunista párt részéről, hiszen ez a párt Magyarországon a háború előtt minimális támogatottsággal rendelkezett, gyakorlatilag nem létezett. Azután, a 45 után, Megjelent a politikai szintéren, és egy olyan országban kezdett el politizálni, amelyről egyébként joggal azt feltételezte, hogy a a, az ország állampolgárainak egy nagy, többs, egy nagy többsége nem szimpatizál a kommunizmussal, sőt, a zsidókat sem kedveli, sőt, egy részük még, még haszna is volt abból, hogy a zsidókat deportálták, mert szertett a tulajdonaikra, és így tovább. Tehát ez a párt, ha mégis támogatást akart maga mögé, uh -huh. tömegtámogatást akart maga mögé teremteni, nem Kezdette el képviselni ezeket a zsidó ügyeket, éppen ellenkezőleg negligálta uh -huh. őket, sőt, én bizonyos esetekben megpróbált rájátszani ezekre az antiszemita érzelmekre, ezt ismerjük a Miskolci Program történetét, és más dokumentumokat is, amik erre mutatnak. Tehát az, hogy ahogy a bibó is azt írta, hogy a zsidó ügyek képviselői meglepve, Tapasztalták, hogy amikor a 45-48 között az akkori adminisztrációhoz fordultak, ugye ügyes bajos a milyen elutasításba és távolságtartásba ütköztek. Ez ennek volt a következménye vásárolíték, mert szükség volt a támogatás. Nagyon érdekes. Én egy, 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 egy hosszabb kérdést szeretnék föltenni, és erről elnézést tudom, hogy már csak 6 perc, percünk van. 6 percet a hírekig végig fogod kérdezni, hát akkor szerintem... utána válaszol. Megpróbálom ezt 6 percben összefoglalni. Ebben a, e, en, ennek a könyvnek volt egy előzménye, egy olyan 10-15 évvel ezelőtt András írt, egy, 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 egy kaptam tőle. Egy, egy tanulmányt, aminek talán az volt a címe, hogy a kádárrendszer zsidópolitikája, vagy zsidópolitika a kádárrendszerben. Hát ez többről, a, nem csak a kádárrendszerben, hanem az egész kommunista rendszerben. De mindenképp az volt, az a szó benne volt, hogy zsidópolitika. Igen, igen. És most ennek a kötetnek az a címe, hogy a kádárrendszer és a zsidók. Uh -huh. És ugye ez a, a mostani könyv, ez öt témára bontja ezt, a, ezt az időszakot, vagy öt témát emel ki, ugye Izrael és a magyar politika, az Eichmann úgy, a hatnapos háború és a következményei, nemzetközi zsidó szervezetek, és aztán a titkos szolgálat és a, 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 hí, a hírszerzés és a, 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 a befolyásolása a hitkösségen vagy a, a, a mi okon keresztül. És ugye azon gondolkoztam, ahogy ezt a könyvet olvastam, hogy, hogy tulajdonképpen zsidó politika mindvégig volt, nem csak a, ha most az el, megnézzük az elmúlt 150 évet, akkor azt lehet mondani, hogy mondjuk a 19. ha most nagyon nagy merítéssel akarunk a, a témához hozzáállni, akkor azt lehet elmondani, hogy a 19. század végén a zsidó politika az egy nemzeti ügy volt, vagy a, nem, a magyar nemzet nemzetpolitikai kérdés volt, a magyar nemzet és a, a nemzeti kisebbségek viszonyáról szólt. Arról szólt, hogy a zsidókat hogyan lehet felhasználni a magyar nemzet és a, a, a nemzeti kisebbségek közötti öm, harcban, vagy, 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 vagy öm, demográfiai öm, kérdésben. A két világháború között, vagy a horti rendszerben ez egy szociológiai, társadalmi, politikai kérdés volt, tehát annak a kérdés, hogy kitől lehet elvenni a vagyont, ne az arisztokrata rétektől vegyük el, megyük el a zsidóktól. A Kádár rendszerben ebben a könyvből az derül ki, hogy ez elsősorban egy külpolitikai kérdés volt, elsősorban az izraeli, izraeli politika határozta meg a, a, a kérdést, és az, hogy Izrael a, a nagy, hidegháborús viszonyrendszerben hol helyezkedik el, és ennek a, az Izraelhez való viszonyulás az, az miként hasonló a többi KGST ország lett a Szovjetunióhoz, e, e, és, és miként más. És akkor adódik a kérdés, hogy az elmúlt 30 évben volt-e, van-e zsidó politika, és én ezt magam számára úgy fogalmaztam meg, hogy van talán, de mint egy szimbolikus kérdés. Tehát se nem nemzetpolitikai kérdés, se nem szociális társadalmi, szociológiai kérdés, se nem, se nem külpolitikai kérdés, hanem egyedül egy szimbolikus kérdés, és ez a szimbolikus kérdés a holokauszthoz való a holokauszthoz és ezen keresztül szimbolikusan az antiszemitizmushoz való viszonya a mindenkori kormányoknak, hatalomnak, politikának. És hogy hova akarok kiukadni, egyrészt, hogy ezzel egyet lehet -e érteni ezzel a, ezzel a, ezzel, a, megközelítéssel, és másrészt az, hogy én arra számítottam, és nem tudom, hogy szinte megdöbbentett, hogy ebben a könyvben erről az utolsóról, a szimbolikus viszonyról, arról, hogy, hogy hogyan viszonyult a holokauszthoz, és az antiszemitizmushoz a nyilvánosságban a rendszer, és hogyan próbálta volna, vagy kellett volna, hogy magát legitimálja a zsidóság szerepén, az zsidóság nyilvános szerepén keresztül. Azon keresztül, hogy nézzétek meg, itt vannak a, a, a fasizmus áldozatai. Ez egyáltalán nem szerepel, vagy szinte alig szerepel ebben a könyvben, és sokkal inkább az Izrael -el való viszony az, ami, ami a meghatározó. Ez azt jelenti, hogy nem volt a Kádár rendszerben, ez mégsem volt olyan fontos. Ez egy nagyon fontos kérdés. Valóban a úgy úgynevezett zsidópolitikáját, ezt nehéz ezt a szót elkerülni, holott ennek néha antiszemita konnotációi vannak, mondták nekem néhányan már, akik. Ezért kerülted el a címben? Lényegében, tehát a zsidó kérdés vagy zsidó politika, uh -huh. ez, ennek van egy rossz uh -huh. mellékizet. Szóval ebben a. Hát de rendszerben valóban az első és nagyon fontos meghatározó tényező az volt, hogy a Magyarország a szovjet blokk tagja volt. A szovjet blokknak a közelkeleti politika egy nagyon fontos külpolitikai kérdés volt, és azoknak az országoknak, azoknak, a, amelyek a Szovjetunió befolyási övezetéhez tartoztak a szovjet blokk részei voltak, követni kellett a szovjet politikát ebben a kérdésben. Hát akkor ez egy kényszer. Most András, te vagyok megszakítani, Egyet? és innen fogjuk folytatni Kovács András Nem. és Köves a fél elhangzó híreket követően, és addig is mondom a hallgatóknak, hogy Kovács András legújabb izgalmas kötetéről, a kádárrendszer és a zsidók című tanulmányról beszélgetünk, amit mondom ebből a gondolattal, hogy a befolyási jövezetben ezeknek az országoknak a szovjet politikát és a szovjet izrael politikát kellett követni. Csak semmi ré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi ré. Folytatjuk a beszélgetést Kovács András szociológus tudóssal a CEU professzorával. Legújabb kötete a Kádár rendszer és a zsidók kapcsán. Köves Lomó három és fél percet nem volt négy. Miért nem? Három és fél perces hosszú kérdésére a hírek előtt András elkezdte a választ. Nevezetesen, hogy Nyilván ebben a második világháború, pontosabban 1949 és 1989 közötti szocialista időszakban, a zsidó politikát, ha volt olyan egyáltalán, volt-e? De a zsidóhoz való viszonyát, a zsidókhoz való viszonyát a hatalomnak elsősorban az determinálta, és itt szakítottuk meg a hírekkel a gondolatot, ad András, hogy nyilván a Szovjetunió Izrael politikáját kellett követni a magyarnak is, és a tábor összes ö, más ö, ö, pártvezetésének is, és ez alapvetően meghatározta. De miben tért el? Igen, szóval ez alapvetően meghatározta, mégpedig azért, mert az Izrael kapcsolatos politika és a hazai zsidókkal kapcsolatos politika nem volt elkülönítve egymástól. Éppen amiatt, mint amit az elején említettem, a rendszer úgy tekintett a zsidókra, mint egy potenciálisan... Ö, ö, megbízhatatlan ö, csoportra, különösen válságok esetén, ezek a válságok az Izrael kapcsolatos ügyekben jelentek meg a legelső, legkézenfoghatóbb formában a hatnapos háború után, é, é, és ezért, amikor a szovjet politika bekeményített, és ezt a többi... Ö, ö, szatelita ország politikájának is követni kellett. Ennek következményei voltak az országban élő zsidókra nézve, és ezekről érdekes dokumentumok vannak ebben a könyvben. Először olvashatók nyilvánosan. Egy érdekes, és ez egy különös dokumentum, az, amit itt a könyvben szintén szó van, ez az úgynevezett a zsidók listázása. Ma hogy már nem csak Magyarországon, hanem a többi volt szocialista országban is megnyíltak a levéltárak, előbukkantak dokumentumok arról, hogy a hatóságok listákat készítettek az országban élő zsidókról. Egy ilyen lista volt a hír, a Lengyelországban 67 után készült lista, ami aztán arra szolgált, hogy mikor megindult az antiszemita kampány, azokat a, egy sereg olyan embert, akik nem is tudták magukról, hogy zsidók, behívtak a és azt mondták, hogy kér, adja be a kivándorlási kérelmét meg zsidó. Ő maga nem tudta a Gáron. Csehszlovákiában volt a legszélesebb körül, ez egy pók akciónak hívta a Cseh titkosszolgálat, ez többször újra újraindult, leg, utoljára a 70-es évek legelején, tehát a prágai tavasz lecsengése, leverése után, és még a 80-as évek végén is folyt tízezres listát készítettek el az országban élő zsidokról, ahol akkor nem élhetett olyan nagyon sok már zsidó zsidomárszal. Nagyjából ennyi. Hát, a, igen, 20 ezer év biztos nem több. Én a stázi levéltárban is találtam egy ilyen listát, ami az NDK-ban élő zsidokról készült, hm. és ez volt is vezetői utasítás azt mondta, hogy miattak egy határidőt, pedig ezt is a 67-es háború után közvetlenül, hogy egy bizonyos idő alatt össze kell írni az országban élő a zsidókat, és ők a hitközségi tagokat írták össze. Most Magyarország ebből a szempontból azért érdekes, mert ez szinte lehetetlen feladat lett volna egy olyan országban, ahol százezernél is több érintett lehet ebben a kérdésben. Na most a magyar levéltárakból a én furcsa listákat találtam, úgy nézett ki, volt a, ilyen a zsidó oktatási intézményekben járókról és a szüleikről, véletlenszerűen kiválasztott budapesti hitközségi névsorokról. Ez úgy nézett ki, mintha a magyar belügyi hatóságok is megkapták volna ezt az utasítást. De valószínűleg beláthatták, hogy ennek a végrehajtása szinte lehetetlen. Hát, ez kevesen volt. De azért bizonyos alibi listákat mégiscsak összehoztak. De ez a listázás, ez a 67-es háború után indult de. meg, ami azt mutatja ennek a két dolognak az összefüggését, hogy a külpolitikai válság és ennek a belpolitikai következményei. De ha, ha jól emlékszem, és akkor ez egy magyar vonatkozású dokumentum, amit most próbálok felidézni a könyvedből, az érdekes, hogy bár ilyen alibi mód próbáltak eleget tenni a szovjet utasításnak, hogy legyenek a zsidók összeírva, de amikor meghatározta a belügy, hogy milyen módon kell, kik számítanak zsidónak, akkor egy eléggé durvánfai meghatározás született, mert ha jól emlékszem, két részből látsz az egyik az, hogy hitközségi tag és itt A másik, akinek valamelyik nagyszülője hitközségi tag volt, vagy zsinagógába jár, vagy járt, vagy valami hasonló. Ez, ez a cseh dokument, ez a, ez ez a cseh, cseh, cseh dokumentum, uh -huh. de Magyarországon is van egy ezzel összemérhető dolog, ami nagyon érdekes, hogy a, a politikai rendőrségnek a zsidóügyekkel úgynevezett zsidó ügyekkel foglalkozó osztályát csak 61-be szervezték újjá. Előtte is foglalkoztak ilyen ügyekkel, de az más helyekre volt telepítve. Na most, amikor újra szervezték ezt az osztályt, meg definiálni kellett, hogy ki a célcsoport. Miután egymás között a cionista mondjuk most nem hallatszik, Igen, nem haladzik, hogy én itt idézőjelben mondom a cionistát. A cionista kategóriát használták, viszont cionisták már nem nagyon voltak Magyarországon, élt egy pár száz régi cionista, akik már nem voltak azok. Definiálni kellett maguknak, hogy kit tekintsenek cionistáknak. <laughs> És itt a definíció... szülei voltak. <laughs> itt a definíció nagyon érdekes, mert ez a dokumentum szépen komolyan elmondja, hogy ma a, a cionizmus az már nem az, mint régen volt, tehát ne, most ez az idéző nélküli uh -huh. cionizmus, hanem tulajdonképpen, ha a zsidók összejárnak maguk között, akár. Zsinagógákba, akár uh -huh. talmuttóra iskolákba, akár valamilyen ilyen informális formában. Tulajdonképpen ez definiálja azt, hogy ki Most a cionista. Mert nem. hogy akkor nacionalista alapon tulajdonképpen hát, teremtenek közösséget. Összetartanak kontrollálatlanul működő, Igen. de összetartó csoport, networkökbe, hálózatokban működnek, ami a rizikó. Ez a megfigyelés Igen, tárgya, aki tartja a zsidóságát valamilyen formában, az Ez cionista, a megfigyelés akkor... tárgya. És ez a dokumentum, ez nagyon érdekes, mert ö, észrevették a problémát, hogy nem lehet csak úgy használni a cionista szót arra a csoportra, amit ők meg akarnak figyelni, hiszen azok nem is cionisták. Mm -hmm. az, az, ugye most már visszatérően az elmúlt 40 percben a 67-es hatnapos háború, az mint egy... a legtöbbször volt megemlítve, mint egy, egy, egy fontos választóvonal minden szempontból. És szerintem az egyik legérdekesebb fejezet az valóban a könyvben ez, és, és különnek, én különösen érdekesnek találtam azt a, azt a, dokumentumot, ami egy részben beszámol arról a vész ö, ülésről, amire, amit a KGST országok vezetőinek összehívnak Moszkvában. Varsói szerződés. Va, vagy Varsói, bocsánat, a Varsói szerződés országainak a vezetőinek összehívnak, ami nagy, önmagában is izgalmas, hogy egy ilyen, egy ilyen ülés hogy mert nagyjából úgy, ahogy az ember elképzel. Nekem úgy tűnt, mint egy, mondjuk egy, egy jegyzőkönyv, egy mai középszerű házi közgyűlés színvonaláról, de maga a hozzászólások színvonalán. De aztán mi nagyon érdekes, amikor a Kádár János visszajön és beszámol az eltársaknak, és akkor, ha megengeditek, felolvasok itt egy két bekezdést, ami szerintem többször is ki van emelve a könyvben, és szerintem nagyon sok minden sok mindent elmond a hallgatóknak is. Tehát akkor Kádár következik. A pártagság bizonyos kisebb része, ne értsen félre senki, de bizonyos területen létező és nagy hatással bíró része nem kommunista módon viselkedett. És én ebből semmiféle fai dolgot nem akarok kihozni, és megértem, hogy nem mindenki előtt világos, ki az agresszor, a támadó, Bizonyos aggodalmat meg lehet érteni, de az nem jár együtt azzal az engedéllyel, hogy vitassák a párt és a kormány álláspontát ilyen döntő kérdésben, hogy ki mellett vagyunk, és ki ellen harcolunk. Kádár Ertás levonja a következtetéseket is. Ezt én nem hagynám szó nélkül. Ez a mi rendszerünk életkérdése, hogy a párt intak legyen és szilárd. És ha kevesebb lesz a pártak, az kisebb beszél, mintha ingadoznak. Ezt nem szabad tűrni és megengedni. Ha nagyon elszaporodnak ezek a tendenciák, rendszabályokat kell foganatosítani, fogad, mert hogy mi jó állásokban hizlaljuk az embereket, akik kritikus helyzetekben így lépnek fel, az nem engedhető meg. Szép. És tulajdonképpen. Ez volt az az iniciatíva, ami kimondta azt, hogy mostantól egy kicsit tisztogatni kell. Most én ennek a 67-es dolognak egy másik elemére szeretnék rákérdezni, és akkor, ha megengeditek, ez egy személyes kérdés, mert hármunk közül én vagyok az egyetlen, aki, ha jól számom, nem éltem 67-ben. Ez a 67 akkor, abban a közegben, ugye azt látjuk, hogy mit jelentett mondjuk a párt vezetésének, de mit jelentett a zsidóknak? Szóval az egy forduló pont volt a zsidók, viszonyulásában a saját zsidóságukhoz, a párthoz, a rendszerhez. Hogy egy, Családilag egy... igen, akkor gyorsan privatizálok, és utána Kovács átadom a szót. A, az Izraelben élő rokonok nálunk addig nem kerültek szóba. Nem voltam na 13 éves, de, de, de nem emlékszem erre a diskurzusra a családon belül. A 60 as intenzív beszélgetés indult el, levélváltások is kezdődtek, és akkor tudatosodott bennem, hogy vannak nekünk kint élőink is. Ennyi, privát. Igen, ez egy fordulópont volt. Van is a doku, van is egy dokumentum a kötetben, ez egy politikai rendőrségi dokumentum, amelyik, ahol egy ügynök arról számol, hogy milyen beszélgetés zajlott le a zsidó hitközségen belül, tisztségviselők és a barátaik között a 67-es háborút követő napokban, és ahol kiderül, hogy ezeknek az embereknek egy része, aki ott volt, ez hithű kommunista volt, de ebben a kérdésben nem volt hajlandó a párt vonalat követni. Ugye a leghumorosabb itt annak a ruházati szövetkezeti e, 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 vezetőnek a e, megjegyzése, aki azt mondja, hogy ő hithű kommunista, de hát nem mondják neki, hogy az arabok azok haladóbbak mint az izraeliek, hiszen ott, ara, minden arab országban be van titva a kommunista párt, míg Izraelben több is működik ez nagyon jó. Szóval, ez egy egyébként kitűnő ér. Szóval ez abszolút változott ebben a tekintetben. Más tekintetben a fiatalabb zsidók között is ez egyfelől komoly hatással volt olyanokra, akik, akik addig is hát óvatosan követték volna a pártpolitikát, de ebben, az, ebben, a kérdésben abszolút nem voltak erre hajlandók. És ráadásul, a saját zsidóságukhoz való viszony. Igen, és ráadásul ennek nyomán keletkeztek olyan kis csoportok, olyan kis hálózatok a zsidó fiatalságon belül, akik megpróbálták kifejezésre juttatni ezzel a politikával való szembenállásukat. Ez egyik ilyen ügy dokumentumait bele is tettem a kötetbe, ahol részben fiatal hallgatók a rabiképzőből, részben az ő baráti körük nyilvánosan is felszólalt különféle helyeken a párt vonal ellen, mint például a József Attila szabad egyetem arab országokról szóló előadásain, és megpróbáltak még egy illegális nyomtatott dokumentumot is közreadni. Természetesen a, a politikai rendőrség végig figyelemmel követte őket, és a végén még pert is indított ellenük a, ezekben az években. Szóval ez egy komoly... Ö, ö, De még később is, hatott, nem fordult korábban később is hatott a dolog, és akkor megint egy személyes történet, amikor én katona voltam, 1971-ről beszélünk, akkor ö, egyszer a, az olvasó termünkben a kultúrtermünkben, úgy tetszik, teljes meglepetésünkre néhány darab amerikai népszabadságot találtunk. Ez nagyon érdekes volt, mert a fejlétszel nagyon hasonlított rá, és népszavát, csak... Nem? Népszavát. népszavát amerikai népszavát találtunk, és hát irtózatos botrány keveredett. Borzalma. Azt hiszem három példány volt belőle, hát mondanom se kell, hogy 71-ben egy katonasságnál, hogy mi történik, kivizsgálás, kivizsgálás után, és stb. És aztán ennek az interpretációja jött, hogy ez kicsempészte be, de miután látogatási nap után voltunk, minket már nem bádoltak ezzel, azt gondolták, hogy ez jobb, eltos, biztos valaki kívülről behozta, nyilván így volt. De a politikai tiszt, aki egyébként egy értelmes ember volt, tól kezdve, a század aki hát már kevésbé volt, az mindenki a zsidókról beszélt, hogy ez a zsidók amerikai zsidók akciója. De hogy volt volna ma volt. A... Nem, Nem. Semmi. Uh -huh. Az égvilágon semmi, ami konkrétan utalt volna a zsidó uh -huh. részvételre, zsidó téma se uh -huh. volt benne, Érdekes. de számukra ez teljesen egyértelmű volt. Ez kívülről támadás uh -huh. amerikai, az csak zsidó lehet. Tegnap beszélgettem az édesapámmal, aki 19 éves volt 67-ben és azt mondta, hogy ő, aki hát neki semmilyen hitkösségi, vagy, vagy, vagy szervezett zsidó viszonya nem volt a, a, a zsidósághoz, hogy, hogy ő úgy emlékszik vissza, hogy, a, hogy, a, hogy abban történt nagy változás, hogy hogy elkezdték tisztelni a zsidókat, hogy nagyobb tisztelettel kezdtek a zsidókról gondolkodni, beszélgetni Mi? már ilyen személyes, személyes beszélgetéseken, és tulajdonképpen ebből a kádár féle összefoglalóból, amiből az előbb idéztem, egy kicsit ez visszajön, mert amikor a Kádár például arról beszél, hogy hát hogyan lehetséges, hogy egy ennyire jól fegyverzett, felfegyverzett öt arab ország Egyiptom vezetésével hat nap alatt képes volt elveszíteni ezt a háborút, akkor arra a konklúzióra jut, hogy hát persze, persze, mert hát az Izraelben a hadsereg minden tagja egyetemet végzett, a kis katonák is, viszont az araboknál írni, olvasni se tudnak, hát akkor ez így, ez így nem csoda. Tehát, hogy az a fajta az a, az a fajta üldözötti, szerencsétlen üldözötti státusz, ami mondjuk 20 évvel korábban természetes volt, és amit negligálni lehetett, az azért úgy érzelmi, meg emocionális szinten a többségi társadalomban is, és talán gondolom, hogy hogy a, a, zsidókban is, még azokban is, akiknél ez amúgy nagyon kevéssé volt téma, már a zsidóság, azért valamennyit megváltozott. Hogy hát ez a kader körülbelül úgy gondolkodott az izraeli hadseregről, mint ha azok, azokból a budapesti értelmiségiekből állt volna, akiket ő ismert innen <laughs> valahonnan. Hát részben azokból is állt különben a részben. Hát azért. <laughs> eh, szóval eh, azért hoztam fel ezt a példát, a ennek a csoportnak az ügyét, itt a kötetbe is dokumentált ügyét, aki nyíltan fellépett ezzel az új zsidó mert ez demonstrálja azt, amiről te is beszélsz, hogy ez megváltoztatta a gondolkodást. Igen, nagy részben. És nem csak a zsidók között, hanem az egy nagyon érdekes jelenség, és erről valamelyik dokumentumban, az nincs benne a kötetben, maga Kádár is beszél, hogy azt mondja, hogy azt hallom, mondja, hogy ma I és Gyula is Izrael párti. Ami azért, ami, ami arra így. való reakció, hogy a, hát az izraeliek a Szovjetunióval szövetséges arab országok hadseregét verték meg. nos, azok, akik Szovjet ellenesek voltak, akik uh, gyűlölték azt, hogy az ország szovjet megszállás alatt van, azok úgy érezték, hogy itt tulajdonképpen az ő ellenségüket verték meg most a zsidók, és ez egy bizonyos változás, ez egy komoly változás volt, abban az időben még rövid ideig nem tudom, milyen mélyreható a közgondolkodásban is. Igen. A másik nagyon érdekes dolog, ami, ami még így visszatérve arra, mint a műsor elején beszélgettünk, hogy a Kommunista párt vezetése az mégiscsak az ideológiai alapvetésekkel szemben, de mégiscsak mint egy különálló csoportra, vagy különálló társadalmi tekintett a, a tekintett a zsidókra, hogy ebben milyen érdekes szimbolikus személyiségek és figurák voltak, ugye ez a Fekete János, hogy amikor az első ügy, amit a könyv tárgyal, az az, hogy amikor kiderül, hogy a, ha Izraelbe kiutazási engedélyt, vagy, diszidál, vagy kiutazási engedélyt kapó zsidók, azok hát félig Félig, félig nem hivatalosan értékeiket a Budapesti Izraeli Nagykövetségen teszik le, és annak az ellenértékét pedig Izraelben kéne, hogy megkapják, és ebből lesz egy hatalmas nagy ügy, amiben Magyarország kártérítést követel Izraeltől, és ezzel tulajdonképpen zsarolja, és végül is egy hitellé, egy hosszú lejáratú hitellé akarja ezt átfordítani, akkor kit bíz meg ezzel? Fekete Jánost, aki ugyanúgy nincs kimondva, hogy hát azért ilyen ügyes külkereskedelmi bankár, mert zsidó és jó kapcsolatai vannak, de egy, ez egy ilyen visszatérő szimbolikus ö, szerep, nem? Igen, Igen de hát és ez az az, az visszatérve, szóval ezt egy szélesebb összefüggésbe helyezve, hogy a Kádár rendszerben, ugye a Rákosi rendszer vezető funkcionáriusai és voltak, ugyanígy zsidószármazások voltak a politikai rendőrség vezető funkcionáriusai közül sokan. Hát, megvan a szociológia és egyéb magyarázat, most ez egy adott helyzet volt. 56 után azért nem hangosan, de úgy érezhetően vigyáztak arra, hogy a zsidószármazási funkcionálisok ne kerüljenek be bizonyos pozíciókba, és ne legyenek túlságosan nagy arányba képviselve a vezetésben. Erre van egy sztorim, pár évvel ezelőtt meghívott engem egy klub, ami hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről, és ebben a klubban igen magas kádárista funkcionáriusok is tagok voltak, nem mondok most neveket, de nagyon magas pozícióban voltak a 80 70-es, 80-es évek hierarchiájában. És én említettem ezt, hogy na hát persze számon tartották, hogy kik a zsidók és kik nem. Csak a jelentkezett az egyik magas rangú és azt mondta, hát természetesen számon tartottuk. De ez, mi, ez nem antiszemitizmus volt, ez a zsidók védelmébe volt. Hát csak ne kerüljenek olyan pozíciókba, ahol aztán ők provokálják az antiszemitizmust. Ez volt a tipikus jó, ö, 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 magas beosztású kádári funkci szemlélet. De ez azért a rákosi rendszer traumájából is fakadt, nem? Úgy gondolták, hogy 56-ban se lett volna olyan antiszemita forrongás, hogyha... Hogyha a rákos égbolt. Szerintem tettek az, tóni, az, tóni, az, tóni, tóni, az antiszemitizmus nem volt annyira drámai, mint amennyire most bizonyos történelmi dokumentumok megjelenése miatt sokan gondolják 56 tehát ez 10 évvel volt a háború után, nagyon közel volt még uh -huh. minden, és közte ott volt a rákosi rendszer, uh -huh. ahol eh, 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 Elég vizibilis pozícióban voltak zsidószármazású uh -huh. emberek. A, ez, amit én mondok, ez a szemlélet, ez arra nagyon jó illusztráció, hogy ugyan a rendszer azt gondolta, hogy mindez nem antiszemitizmus, de közben az a gondolkodás meg, kerep, meg a nyelv, uh -huh. amit föntartottak, hogy számunk kell tartani, hogy kik zsidók, részben azért mert lehet, hogy egy adott pillanatban nem lesznek. A pártpolitikájának követői, ez a beszéd, vagy pedig, mert mások, mások szembefordulnak uh -huh. fordulnak, ellenünk, mert hogy mit teszünk zsidókat magas pozíciókba, jobb ezt regisztrálni, szemmel tartani, kontrollálni, megfigyelni. Ez az, amiről beszélek, ez az a folytonossági keret, uh -huh. ami aztán 90-ben eh, megjelen. 90-ben hozzájárult ahhoz, hogy az a, a nyílt antiszemitizmus nyelve, Megjelenjen uh -huh. a társadalomban. Ami nagyon érdekes még, ha összehasonlítjuk, és ezt te többször megteszed a könyvben, hogy összehasonlítjuk a, a többi kelet-európai országgal, hogy, a, hogy Magyarország egy kicsit azért visszatérően külön utas abban az értelemben, hogy sokkal óvatosabb azokkal a dolgokkal, amikről azt gondolja, hogy, 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 hogy mondjuk az antiszemitizmust egyfajta retorikai vagy politikai eszközként, belpolitikai eszközként lehetne felhasználni, és nyilván van azért, mert sokkal több zsidó él, arányaiban is sokkal több zsidó él, és talán még mindig a mozgalomban is sokkal befolyásosabbak a zsidók, mint mondjuk Lengyelországban vagy Csehszlovákiában. Szóval mondjuk 67 után sokkal kevésbé engedik azt, hogy ebből egy, egy antiszemitizmusba fajló retorika legyen. Ez egy alapvető jellegzetessége a Káder rendszer politikájának, ami arra irányult, hogy mindenfajta társadalmi konfliktust lehetőleg el kell kerülni, vagy ha valami megjelenik, nagyon alacsony szinten tartani, és lehetőleg ö, nem engedni, ö, hogy megjelenjen a politika felszínén. Így voltak ők ezzel a kérdéssel, és nem csak a zsidókkal kapcsolatban, másodolgokkal kapcsolatban, kapcsolatban is, hát a zsidókkal kapcsolatban meg különösen, mert egyrészt tartottak, hogyha attól, hogyha antiszemita politikát folytatnának, akkor az antikommunista politikává válna azonnal, az antikommunista politikává uh -huh. fordulná, uh -huh. ezek az 56-os tapasztalatok részben. Részben pedig azért is, mert azt gondolták, hogy hogy Jobb ezt a, a kérdést, mint valahogy a felszín alatt tartani, pacifikálni, és ezért nem kell feltétlenül szorosan követni mondjuk a szovjet anticionista politikát, ami a 67-es háború után radikalizálódott, vagy mondjuk megengedhető, hogy a gazdasági életben, különösen aztán, különösen a 67-es háborúig, majd utána a 80 évek második felébe építsünk kapcsolatokat, izrael ehhez használjunk fel a zsidó kádereket, mint, mint említetted, hmm. fett, fett, János. a Jánost. Úgyhogy ezáltal a, a kádárendszer felszíni zsidó politikája az sokkal kevésbé volt, szinte egyáltalán nem volt antiszemita. A kérdés nem is az volt itt a könyvben, vagy amiről szó van, hogy antiszemita volt-e, hanem hogy hol volt a felszín alatti folytonosság. Mm -hmm. A Kádár rendszer és a zsidók, ez a címe Kovács András, a CEU professzor, a szociológus professzor könyvének, ami nemrég jelent meg, és először taglalja, és először olvasható dokumentumokkal. Nagyon szépen köszönjük, András, hogy itt voltál, és elmondtad. Köves Lomónak is, hogy észrevételezte, és részletesen tanulmányozta a kötetet. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, és akkor semmi mai egy hét múlva újra találkozunk, Rózsa Pétert hallották. Csak semmi mai Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré.